Létrehoztunk valamit, amin van belül is valami, és amin kívül is van valami. És ezt szoktam fejtegetni, hogy a körön belül ugyanakkor a tér, mint a körön kívül. Egy végtelen egyszerű matematikai összefüggés, ez az 1 per x függvény. Tehát, hogyha elindulok befelé a kör középpontja felé, és megfelezem ezt a távolságot, akkor kifelé is elindulhatok, és a körsugarát megduplázhatom. Ha tovább felezem a felet, és a negyedbe lépek befelé, akkor már közel járok a középponthoz, de kifelé is léphetek négyszeres távolságba. És gyakorlatilag a végtelenig mehetek odakint, és a végtelenig mehetek odabent. Tehát ugyanannyi értelmezhető hely van a körön belül, mint amennyi a körön kívül. A legmágikusabb jelenség a síkban, és nyilván ez a térben a gömb. Az a lehetőség, hogy az ember élhet egy kör alakú építményben, az egy hatalmas univerzumot nyit ki. Ha az embernek van egy jurtája, és beléphet az ő saját jurtájába, akkor a jurtában pontosan ugyanannyi helyet tud magának találni, mint amennyit a jurtán kívül. És akkor jön az a gondolat, hogy akkor bejárható az egész világ egy jurtában. Már is elértünk oda, hogy nagyon úgy néz ki, hogy igen. És gyakorlatilag az összes valamire való belső utazás az a jurtán belül zajlik. Az ember saját, akár képzeletbeli jurtáján belül.